Önkényes lakásfoglalók kaptak önkormányzati lakást Pécsett, ezt állítja a Jobbik helyi szervezete. Fogorasi Gábor önkormányzati képviselő és a Népjóléti és Sportbizottság alelnöke szerint az utolsó bizottsági ülésen az derült ki, hogy 42 olyan családdal kötött szerződést az önkormányzat, akik üresen álló városi ingatlanokba költöztek be önhatalmulag. Fogarasi Gábor elmondta, ezeknek a családoknak már most óriási díjhátralékaik vannak. Mélységesen felháborítom mindannyiunk számára, hogy az önkormányzat ezeket a családokat segít, illetve ezeket a családokat részesíti előnybe, és még véletlenül sem azokat a családokat, akik a devizait miatt elvesztették a fedélt a fejük fölül, vagy azokat a pécsi fiatalokat segítik lakáshoz ütötni, akik bármilyen pozitívumot elértek már az életben, vagy városunk hírnevét öregbitették mélységesen felháborító, és itt is láthatjuk azt, hogy az önkormányzat azokat a családokat és azokat a személyeket támogatja és segíti, akik bűnt követnek el, vagy akik bűnöző életvitelt folytatnak. Fogarasi Gábor elmondta, a városban hatalmas a várólista, és rengeteg olyan becsületes család van, akik 10-20 éve várnak önkormányzati lakásra, a város vezetés azonban most sem őket támogatta. Gimesi Gábor szerint a holding, aki a lakások kezelője, nem tartja kézben a problémát. Az önkormányzati képviselő elmondta, az is kérdés, miért vannak üres lakások, mikor óriási rájuk az igény, miközben ha nem állnának így az ingatlanok, akkor nem lehetne mit önkényesen elfoglalni, illetve ha mindez meg is történik, akkor azt miért nem észleli senki. Gyimesi Gábor szerint minden egyes szociális lakás kiadásakor ügyelni kellene arra, hogy a családokra olyan terheket rójanak, amit ki tudnak fizetni. Ha pedig ez nem megy, akkor 30 nap után ki lehet őket lakoltatni. Szerintem nagyon sokuknál elő fog fordulni az, hogy Fél éven, éven belül meg lesz ez a 30 napos ö, tartozás. Úgyhogy felelőtlennek gondolom ezt a dolgot. Meg kellene vizsgálni, egyáltalán ezek a családok miből élnek, ö, milyen jövedelmel rendelkeznek, mi az, amit ki tudnak fizetni, pont az a lakás, az, amelyik számukra a legmegfelelőbb, vagy egy másikat találni nekik, vagy ö, vagy meggondolni azt, hogy hogy Pécset kell -e lakniuk, mi, honnan ö, jöttek ők elő, hol éltek az előtt, mielőtt önkényesen lakást foglaltak. Gyimesi Gábor elmondta, az ülésen a városvezetés képviselői egyhangulag megszavazták az előterjesztést, tehát ők úgy látszik rövid távon gondolkodnak, és a közelgő választásokon minden szavazatra szükségük van.